Hazánkat nem éri felkészületlenül a Dunai árhullám. Az áram- és gázszolgáltatók, a vízirendészet, a honvédség és szinte minden segítő és mentős szervezet kiveszi a részét az árvízvédelemből. Nagymaroson, a Sólyom-szigeten lekapcsolták a trafót. Mától nincs áram, ugyanis az áradó folyó hamarosan eléri a biztosítékok szekrényét. Az áramszolgáltató szakembereinek még ezt megelőzően kell áramtalanítani a környéket. Igyekszünk a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni az ügyfeleink számára, így mindig csak a szükséges esetben és a szükséges mértékben avatkozunk be, ami azt jelenti, hogy kollégáink folyamatosan járják az érintett területeket visszatérően, és amikor úgy ítélik meg, hogy a víz magassága veszélyezteti akár a berendezéseket, akár a fogyasztóhelyeket, csak abban az esetben kapcsolják ki az áramot. A Dunaparton lévő ártéri ingatlanok nem ússzák meg az áradással járó kellemetlenségeket. Lehet, hogy egy hétnél is tovább lesznek áram nélkül a házak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ár levonulásának ütemét, és amint a berendezéseinket megtisztítottuk, hiszen ilyenkor hordalékkal, iszappal telítődhetnek meg ezek a berendezések, akkor azonnal visszakapcsoljuk az áramot. Ugyanígy a gázszolgáltatónak is akad feladata. Minden egyes veszélyeztetett házban le kell szerelni ugyanis a gázórát. Leszerelem a gázmérőket, illetve a nyomásszabályzókat, ledugózom a csővégeket, hogy ne telítődjön meg vízzel, illetve hogy a gázmérő ne menjen tönkre, mert ha víz alá kerül, akkor tönkre megy a mérő, illetve a szabályzó, és hogy ez költség úgy, hogy leszereljük, és mikor lemegy a árvíz, akkor jövünk is ugyan ezeket a mérőket az adott helyre visszaszereljük. Tudjuk azért az elmúlt 10-20 évben, hogy hol vannak azok a kritikus pontok, és akkor mi már ott jelentkezünk, illetve hívjuk a fogyasztót, mert nyilván nem mindenki van a helyszínen. Kismaroson már a kertekben van a Duna, és óriási készülődést tapasztalhatott, aki erre felé járt, ugyanis több állami és önkéntes szervezet is csatlakozott az árvízvédelemhez. A helyszínen van továbbá a község polgármestere és több száz civil is. A hétvégén Kismaroson önkormányzati szervezésben megkezdett védekezési munka egyre komolyabb segítséget kap, állami segítséget is, kormányzati segítséget, megérkezett a honvédség Kismarosra nagyon komoly csapattal, hamarosan érkezik a katasztrófavédelem is, szintén egy nagyon komoly szakmai csapatot adnak majd ők, és a kismarosi önkéntesek is fantasztikusak, nagyon komoly tudással, több évtizedes árvízvédelmi tapasztalattal és tudással rendelkeznek a kismarosiak. Kismaros 600 méteres védekezési vonalán 120 ezer megtöltött zsákra lesz szükség. Még el se kezdődött a gátépítés, igazándival most állunk, most kezdik majd el élőláncba a katonák behordani a homokzsákokat, az előre megtöltött homokzsákokat, és ezen a zöld oszlopon, ami mellettünk látható, így van egy jel, azon meg tudja mutatni a kamera a 2013-as tetőzési szintet, az alatt várjuk egy olyan 40 centivel a vízünket. Mivel ilyenkor a Duna vize jóval nagyobb területet követel, a vízirendészet is állandó készültségben áll, ha kell, a víziforgalmat is leállítja, bár erre most még nincs szükség. A védekezés részeként a budapesti rendőrfőkapitányság vízirendészei ilyenkor a nap 24 órájában kiemelten ellenőrzik a Dunát, kiemelten figyelnek a vízzel elárasztott területre, ott az esetleges vagyonmegóvásra is figyelnek kollégáim, együttműködnek a társszervekkel, igény esetén természetesen a keresésben és a mentésben is részt veszünk, valamint ellenőrizzük a hajóforgalmat is. A Dunamenti településeken tehát árvízvédelmi készültségben telik majd a hét. Aki segíteni szeretne, az a helyi önkormányzatokon jelentkezhet önkéntes munkára.